Sziasztok! Hát itt még nem teljes valójában látszik a zelőlapon látható, többféleképpen is viselhető ruhadarab. A kötés az már kész van teljesen, és hát ez most egy kicsit másfajta videó lesz, ugye korábban a kötést szoktam mutatni, most ilyen rész letekben fogom ezt megmutatni. A minta korábban már szerepelt a videóim között, tehát ez a minta már fent van, lehet, hogy páran már láttátok is, és magának a kötésnek a menetét fogom elmondani, illetve a gombjuk készítését, azt mindenképpen, meg úgy körülbelül azt, hogy én hogy is álltam neki, és hogy is haladtam itt, ha nem is sorról sorra, de az elejétől a végéig. A fonal, amit használtam, az egy korábban a Gombolydában vásárolt fonal, 100% merinói gyapjú, nagyon pihepuha, nagyon kellemes tapintású gyapjú, és a másik lényeges dolog, hogy nagyon szépen blokkolható. A blokkolásról annyit, hogy hát elég nehezen sikerült eltalálnom a megfelelő szélességet, és ezért azt csináltam, hogy amikor egy olyan 20 cm-nyit megkötöttem, akkor azt a részt, ha nem is teljesen kiblokkoltam, de kimostam, és így méretre igazítottam, tehát ezért látszik, hogy ezen az oldalon ez itt már a szép minta látható, és itt a másik oldalon, hát itt viszont még ez még a mosatlan, tehát ezt majd még szépen blokkolni kell, és méretre kell igazítani, de így biztos lehettem abban, hogy eltaláltam a jó méretezést. Tehát 50 cm szer 130 cm. 91 szemet szedtem fel a 4-es kötőtűre, és úgy kezdtem a kötést, hogy 14 sor lusta kötést készítettem, tehát csak sima sorokat. Aztán a 15. sorban kezdtem el a következő beosztás szerint kötni, mindkét szélen 12-12 szemet továbbra is lusta kötéssel kötöttem, és a középső 67 szemen pedig a mintát készítettem el. Jöjjön az első sor, az első szemet leemelem, és az legelső szem, ami a mintához tartozik, az egy sima lesz, ez a szimmetria miatti szemünk. Ráhajtás, sima, összekötök három szemet, sima, ráhajtás, és sima. És ugye ez volt a 6 szemből álló minta részünk, és ezt kell ismételnünk folyamatosan. Tehát most ismét következik a ráhajtás, sima, 3 szemet összekötjük, sima, ráhajt, sima, ráhajt, sima. Jön a 3 összekötendő szemünk. Sima, ráhajtás, sima, ráhajtás, sima. A 3 szemet összekötjük. És egy sima ráhajtás simával fejezzük be a sort. Az utolsó szem a szélszem, amit én fordítottan kötök. Tehát ez volt az első sor. Jön a második sor, és ugye mondtam, hogy minden páros sor az nagyon egyszerű, mert fordított szemeket kell kötnünk, és a ráhajtást is fordítottan kötjük le.
Hát így a munka végéig fordítattal dolgozunk. Itt fent láthatjátok, hogy a két vastag vonal közötti rész az a hatos mintaegység. Tehát itt is az első szem, amit a szélszem után kötünk, az egy sima szem, az a szimmetria miatti szem. Egy sima. Következő, sima, egy ráhajtás, aztán az azt követő három szemet, azt összekötjük. Ugyanúgy, mint az előbbiekben, előről simán összekötjük és átemeljük. Ráhajtás, most kötünk három simát, ráhajtás, összekötjük ezt a három szemet, ráhajtás, ismét három sima jön, ráhajtás, a következő hármat azt összekötjük, ráhajtjuk, egy, kettő, három, ráhajtás, és az utolsó rész következik, összekötjük a hármat, egy ráhajtás, és kettő sima a vége. A szélszem egy fordított, és akkor jön a negyedik visszájasor, ami pedig végig fordított. Az ötödik sor jön. Itt az utolsó mintaegység kötése, az eltér itt a sor közbeniektől. A szélszemet leemelem, majd két szemet összekötök jobbra dőlve. Ez a szimmetria miatti szemünk. Aztán következik a mintaegység. Egy sima. Ráhajtás. Sima. Ráhajtás, sima, és ezt a három szemet összekötöm. Simán előről, ugyanúgy, ahogy eddig tettük. És ezt kell folytatni. Sima, ráhajt, sima, ráhajt, sima, és ezt a hármat összekötöm. Sima, ráhajt, sima, ráhajt, sima, és jön a három összekötendő, és akkor most jön az utolsó mintarészlet, amit, mint mondtam, azt máshogy kötjük. Sima, ráhajtás, sima, ráhajtás, még egy sima. És ugye itt nem maradt már három szem, amit összeköthetnénk, tehát itt úgy kötjük le, hogy ezt átemeljük a jobb tőre, a következőt is átemeljük, és egy balra dőlő fogyasztással összekötjük. Majd jön egy fordított, és a hatodik sor ugyanúgy, mint a többi páros sorunk, az végig fordított lesz. A hetedik sor jön, szélszem, és ezt is ugyanúgy kezdjük, mint az előző ötödik sorunkat, összekötjük jobbra dőlve a két első szemet, és utána jön a mintaegységünk, ráhajtjuk a tőre a fonalat, három sima, ráhajtás, a következő három szemet összekötjük, és itt ezt ismételjük tovább.
Ráhajtás. Egy, kettő, három. Sima. Ráhajtás. És hármat összekötünk. Ráhajt. Egy, kettő, három. Ráhajtás. És összekötés. És az utolsó mintaegység, az ugyanúgy, mint az előző sorban, itt is eltér a soron, a sorban kötött mintaegységektől. Ráhajtás. Egy, kettő, három. Ráhajt. És ugye itt sincs három szem, amit összekössünk, ezért emel, emel, és ezt a két utolsót összekötjük balra dőlve. Majd jön egy fordított, fordulunk, és a nyolcadik sorban fordított szemeket kötünk. A következőkben majd láthattok arról egy vázlatot, hogy hogy is helyeztem el a gombjukakat, illetve hogy körülbelül mi mennyi volt. A 8 gomb kell szükségeltetik hozzá, és úgy osztottam be ezt a 130, hosszában 130 cm-t, hogy az első gombjuk, inkább itt mutatom, az 5 cm-nél volt, aztán 10 cm-nél jött a következő. Tehát az utolsó, a negyedik gombjuk az körülbelül 35 cm-nél található, aztán kötöttem tovább, és a kendő 186. soránál volt a közepénél, tartottam a közepénél, és akkor innen készítettem tovább. És ami még fontos, hogy az első négy gombjukat azt az egyik oldalára kell készíteni, és a következő négyet pedig, azt pedig az átellenes oldalra. Tehát az itt van, de ez a rajzon nagyon jól fog látszani. Amikor elkészítettem egy gombjukat, akkor, mikor végigkötöttem a sort, akkor a másik oldalon mindjárt tettem egy jelölőt, hogy ide fog kerülni a gomb. Tehát így még véletlenül sem kell, sem lehet eltéveszteni, illetve nem kell számolgatni, hanem ugyanabban a sorban, itt az elején gombjuk, a hátulján pedig bejelöltem a gombot. Ugye, hogy haladunk tovább, itt a másik oldalon, itt először jelöljük meg azt, hogy hova kerül a gomb, és a sor végén kell elkészíteni a gombjukat. És akkor most megmutatom magát a gombjuk készítését. Jön most a legegyszerűbb gombjuk. Itt is 12 szemet szedtem fel, ahogy a sál szélén is van. Lekötöm az első ötöt simával. Ugye lusta kötés. Se sorok voltak. A következő kettőt átteszem a jobb tűre, és ezt átemelem az első. A következőt is ráteszem, és ezt átemelem. Aztán visszateszem ezt a bal tűre, és megfordítom a munkát. És ugye most pótolnunk kell ezt a két szemet, amit itt lefogyasztottunk. Remélem nem csúszik ki. És én nagyon egyszerű módszerrel ide felteszünk két szemet. Aztán visszafordulunk, és lekötjük ezt a maradék öt szemet, ahogy egyébként is kötnénk tovább sima szemekkel. És már is itt van egy lyuk, és hogy a következő sorban jövünk vissza, ugye fordulunk, semmi más dolgunk nincsen. Mint az ide felszedett két szálat, szemet, ugyanúgy simán lekötjük, mint ahogy a többit.
És már is elkészült a gombjuk, ami mind a két oldalán nagyon szépen mutat, és szerintem ez a legegyszerűbb, amit elkészíthetünk. És most már blokkolás után nagyon szépen kiadta magát a minta, hogy látjátok. Fölvartam a gombokat, ugye itt ezen az oldalon, és a végén pedig az átellenes oldalon vannak a gombok. Mindössze 7,5 dekát használtam el ehhez a mérethez, a 10 dekás fonalból, és ami még fontos, hogy rugalmas leláncolással fejeztem be. Ez mindenképp kell, hogy ne húzzuk össze az anyagot. És így ugyanolyan hosszúságú lett, mint itt a kezdetnél. A sell leláncolásához vagy egy legalább fél mérettel nagyobb tűt választatok, vagy pedig ezt a rugalmas leláncolást, amit már több videómban is mutattam. Minden szem után egy ráhajtást készítünk. Lekötöm a következő szemet, és áthúzom rajta a ráhajtást, illetve az előző szemet. Ráhajtás, ezt lekötöm, és ezt a két szálat áthúzom rajta. És így egy nagyon rugalmas szélt kapunk, ami ugyanakkor nem fog kinyúlni. És csipkefonalakhoz különösen nagyon jó befejezés. Egy nagyon szép mindkét oldalán, és eléggé rugalmas is.